kedves résztvevők, kedves kollégák! Sok szeretettel köszöntök mindenkit az első Automotív Focikupán. Úgy látszik, hogy ez az ágazat nem csak a beruházásokban, meg az új munkahelyek létrehozása terén jár az élen, hanem más területeken is. Összesen 56 csapat jelentkezett erre a kupára, amit a szervezők elmondtak nekem, hogy ez egy rekord szám, úgyhogy bízom benne, hogy nem csak, hogy ez lesz az első alkalom, de egy hagyományt is sikerül ezzel a mai rendezvénnyel megteremteni. És hogyha foci és az idei esztendő, akkor nem csak az idei Automotív Foci Kupa az, amire érdemes kitérni, hanem talán arra is, hogy 44 év után most ismét az Európa-bajnokságon Magyarország ott lesz a résztvevők között. És azt gondolom, hogy egy olyan sportág esetén, amit több mint 200 országban, mint egy 240 millióan űznek, ez egy jó alkalom arra, hogy ismét magunkat is megmutassuk majd a nemzetközi porondon. De hát addig is mi majd itt a szerény képességeinkkel, de hát azért vannak itt olyanok, akik tudom, hogy rendszeresen és magas szinten űzik ezt a sportot. Remélem, hogy mindenki jól fogja magát érezni. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy a Heim Pál Gyermekkórház Alapítvány részére egy adománygyűjtés folyik. Aki teheti, az adomány sátorba kérem, hogy ajándékát helyezze el. Tudom, hogy már nagyon sokan megtették, amit ezúton is köszönök. Végezetül nem maradt más, mint mindenkinek szeretnék nagyon jó szórakozást kívánni, lelkes és sportszerű játékot, valamennyi csapatnak sok sikert. Nagyon köszönöm mind a szervezőknek, mind pedig a résztvevőknek, hogy ránk gondoltak, hiszen a Heim Pál Gyermekkórház nem csak a fővárosnak a kórháza, hiszen a betegek 50%-a jön csak a fővárosból, a többiek az ország minden részéből. És azzal, hogy önök ilyen rengeteg ajándékot hoztak, hiszen a ajándéksátor már szinte megtelt. Nagyon sokat segítenek abban, hogy a gyerekeknek a gyógyulása jobb legyen. Még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek a támogatást, és szeretnék nagyon sok gólt, és nagyon sok győzelmet kívánni mindenkinek. Egy baj van, hogy a győzelem mellé egy vereség is jár, de hát ettől majd eltekintünk.